Szép jó estét kívánok, köszöntöm a ünnepi beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk Szikora János, a Vörös Marti Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok mindenkinek. Hát egy rendkívül furcsa év után vagyunk, bár még nem ért véget, de én azt gondolom, hogy a koronavírus járványról kell, hogy szó essék, hiszen ez alaposan megviselte a kulturális intézményeket is, nem különben a Vörös Marti Színházat. Elsősorban azért, mert nagyon oda kellett figyelni a színművészekre. Nyilván őket sem került el a Covid. Másik oldalról pedig a közönség megszokta az elmúlt, most már idestóva 9 esztendőben, hogy egy rendkívül magas színvonalú kulturális élet van Fehérváron, amelynek talpontja a Vörös Marti Színház. Ezt egyébként engedd meg, hogy idézzelek, ezt mondtad, hogy a városnak ez a kulturális nyitottsága példamutató, meggyőződésem, hogy ezért is létezhet egy ilyen magas színvonalú színházi műhely Fehérváron, mert ez a szellemi nyitottság övezi már, mint Fehérvárt. Nos. Ezt most is így gondolom egyébként. De ha már Covidról esik szó, és ugye nem kerülhetjük meg, ha visszatekintünk az elmúlt évre, hogy erről ne essék néhány gondolat erejéig a beszélgetésben szó. Meg kell, hogy mondjam, hogy én egyre nagyon markánsan azok közé tartozom, akik a Covid, ha úgy tetszik, üzenetét próbálják megfejteni. Vagyis az, hogy ez mire volt jó? Ez az egész világjárvány mire jó? Mert valamire biztosan jó. És most megpróbálom nem a negatív oldalát, hanem a pozitív oldalát megkeresni ennek a jelenségnek. Mire volt jó a Covid? És szerintem egy fantasztikus dolgot köszönhetünk neki. Én speciál személy szerint megtanultam becsülni azt, ami van, és amiről eddig azt hittem, hogy természetes. És ez egy nagyon nagy dolog. Kezdem a legprimitívebbel. Azon nem gondolkodok el, és nem adok hálát a Jóistennek minden nap, hogy megnyitom a csapot, és folyik belőle a víz. Fölkapcsolom a villanyt, és kigyullad a fény, vagy bekapcsolom a távirányítót, és szól a televízió. Ez természetes. Miért lenne természetes? A világ nagyon sok területén ez egyáltalán nem természetes, csak kínok, keservek és küszködések eredményeként van iható ivóvíz, van elektromos áram, van vagy nincs televíziós adás. Megszoktam azt, hogy van színház. Én, mint színházigazgató, ugye szerepeket adok a színészeknek, azok boldogan eljátszák, és megszoktam, hogy jön a közönség. Tehát ez egyáltalán nem természetes. Nem természetes, hogy jön a közönség. Mi van akkor, hogyha bezárták őket, és nem lehet kimenni az utcára, ha nem lehet kimenni, ha nem lehet színházi előadásokat tartani. És akkor egyszer csak kezdett minden felértékelődni, hogy úristen, mennyi fantasztikus dolog van a világban, amit természetesnek vesz az ember, holott nem az, csak akkor döbben rá, amikor elveszíti. Ugye azt szokták mondani, hogy egy dolog értékét mindig a hiánya adja meg. Hát igen, amikor valami hiányzik, és valami nagyon hiányzik, akkor az rögtön jelez, hogy na, ott van valami igazi érték, amire nagy szükségem volt, és észre se vettem, én gyarló ember, én kis butácska, felszínes lény, hogy ez valami hálát érdemlő ajándék a sorstól, a gondviseléstől, hogy dolgok, jelenségek léteznek, aminek én a haszonélvezője vagyok. Egyik ilyen például a színház is. Tehát amikor újra visszatért az élet a falak közé, akkor minden felbecsülődött előttem, amit annak idején, vagy azt megelőzően természetesnek vettem. Nézd, 9 év színházigazgatói munkája áll mögöttem Székesfehérváron. Igen, vannak természetesen rutinszerűen elvégzett feladatok. És most hidd el, vagy higgyék el nekem, hogy ma már semmit nem tudok rutinszerűen végezni.
mindent egy kicsit ünnepélyesen végzek, hogy ezt én most megtehetem. Hogy összeállíthatok egy műsort, hogy fölhívhatok színészeket, hogy ezt vagy azt játszaná, vagy nem játszaná, hogy megkérdezem a szervezőt, hogy vajon melyek azok a színdarabok, amelyeket szívesen néznek a nézők, és mik, amik nem tetszenek nekik. Tehát minden elemi foglalatossága a színház csinálásnak, az fölértékelődött előttem, és a rutinból örömöt ajándékozó tevékenységgé vált. Tehát nekem ilyen szempontból azt kell mondjam, a Covid ez ajándékot hozott, a felismerés ajándékát hozta. Nos, hát ez fontos, és azt gondolom mélységesen emberi gondolatsor volt, és nagyon is valóságos, hiszen azért megértük mi színházrajongók is, hogy mit jelent számunkra a színház, amikor ott lehettünk. Egyébként az online tér szerepet kapott nyilván. Ez mennyit segített? Csak röviden, hiszen azért tudjuk, hogy nem ez a jövő. Jó, természetesen segített a túlélésben, segített az életben maradásban, segített. De amikor egy online közvetítésre sor került, és én gyakran lentültem a nézőtéren, az üres nézőtéren hangsúlyozom, és néztem a színpadot, a színpadon játszó színészeket, és ott a kamerák mögött mozgó, dolgozó operatőröket, és ültem egyedül a nézőtéren, és azért azt hiszem, hogy hát igen, de hát azért ez mégiscsak egy pótcselekvés, ez mégse ez az igazi. Tehát így van, szerencse, hogy van, segített a túlélésben, segített az életben maradásban, de hát a színháznak azért mégsem a streamelés a jövője és a megoldása. Pontosan ezért menjünk be a színházba. Azt tudjuk, hogy az elmúlt esztendő a Trianonnal, az ember tragédiájával egy fantasztikus év volt. Nem különben a Játék a kastélyban, hiszen a díj, de ez a másik két darab azt hiszem, hogy fontos volt számunkra, annál is inkább, mert hogy Trianon évforduló, ez az egyik oldala, a másik pedig az ember tragédiája 2.0, egy a négy szerzővel, a négy rendezővel egy egészen kivételes darab jött belőle, igazi 21. századi visszatekintő mindenestől. Ez mennyire jelentett megerősítést itt most a Trianonra és az ember tragédiára gondolok, hogy Jószalival az egész ország a Vörös Marti Színházra figyelt? Hát a Covid-ból kiindulva az említett két darab, az két szélsőséget képvisel. Ha a Covid-nak lehetnek nyertesei, az ember tragédiája 2.0 biztosan az. Ha lehetnek vesztesei, akkor a Trianon mindenképpen az. És mindjárt el is mondom, hogy miért. De hadd kezdjem mindjárt a Trianonnal. A Trianonra tényleg nagyon régóta készültünk, óriási munkát mögöttünk, és nagy boldogan mutattuk be annak a 400 embernek, akinek még szerencséje volt a premiért megnézni, és aztán rögtön kitört a Covid. És amikor már, de pillanatok alatt elterjedt a híre, akkor ugye készült a Városi Televízió jóvoltából, nézőink láthattak belőle egy tömörített változatot. Aztán láthatták a teljes részét is azok a bérlettulajdonosok, akik számára streamben közvetítettük, és aztán volt belőle néhány felújítás, de valójában ebbe azért közben játszott az is, hogy az egyik főszereplő Serez Zoltán a Víg Színházba szerződött, és így nem volt olyan egyszerű felújítani ezt az óriási monstrum művet, tehát ezért gondoljuk meg, majdnem 3 órás anyag, aminek a javarészét az két szereplő, Gáspár Sándor és Serez Zoltán beszélik végig az ő szellemi párviadaluk, az íve ennek az egész produkciónak, tehát óriási szövegmennyiség. Tehát igazán embert próbáló és színész próbáló feladat ennek már csak egyszer is fejben összerakni ezt a szerepet. És hát ezt nem tudtuk az elmúlt fél évben a Serez Zoltán miatt elővenni. És most februárra tervezzük azt, hogy akkor a Zoli felszabadul a Víg Színházi kötelezettségei alól, és akkor ismét felújítjuk és bemutatjuk a közönségnek. De azért elmúlt jó néhány hónap, és igenis tudom, az emberek keresték, nézték volna, és nem tudtuk játszani, és nem tudták megnézni. Tehát ez egy szomorú áldozata
ez a produkció a Covidnak. Lehet, hogy paradoxul hangzik, hogy azt mondom, hogy az ember tragédiája 2.0 a nyertese a Covidnak, de valamilyen szempontból mégis így van. Mert ezt a produkciót is pont félbevágta a Covid. Tehát gondoljuk bele, hogy a főpróba még megvolt, és a bemutató napján covidos lettem. És elmaradt a bemutató, és onnantól kezdve bukott a dolog, de amikor felújítottuk, akkor azt láttuk, hogy ez a néhány hónap, ez valami olyan érési folyamatot eredményezett a színészekben, amire nem számítottunk. Tehát ez messze több volt már, mint egy egyszerű szövegmemorizáció. A szövegek olyan gondolatokkal, olyan mélységekkel teltek meg. Lehet, hogy persze ez köszönhető azért a Covid okozta bezártságnak is, hiszen a Covid alatt ki a maga magányában és bezártságában lehetőséget kapott arra, hogy sok mindent átgondoljon önmagával, a sorsával kapcsolatban, az élettel, a létezéssel kapcsolatban, és ha egyszer csak van egy lehetősége, hogy egy olyan darabban, mint például az Ember tragédiája 2, ami azért mégis egy a létezés értelmét boncolgatja és járja körbe, akkor ezt megtelíti olyan érzelemmel, olyan tartalommal, amit nem tudott volna meg, hogyha például a Covid nem zárja be őt egy szobába. Igen. Tehát a Darvasi Márton, Tasnádi Závada 4-es, és hát a rendezők, ti magatok, Horváth Csaba, Bagó Berci, Harvita Iván, azt hiszem, hogy mindent megtettetek azért, ez egy fantasztikus élmény volt mindenkinek, és hát folytatódik is természetesen. Ugyanakkor, ha már nagyívű produkciókról beszélünk, akkor most kell, hogy szó essék a Fémről. Magyarországon ilyen előadást én azt gondolom, hogy nagyon kevesen láttak. Mondom ezt azért, mert a Visszhangja is ilyen volt, aki megnézte egyszer, megnézte kétszer, az megnézte volna háromszor is, mondhatni. Hiszen remekül sikerült a szereplőválogatás egyik oldalról, másrészt pedig különleges volt az egész, ez a millió. Az az igazság, hogy a Fémet megelőző casting ötletelésénél igazából az vezérelt, hogy nekem jó néhány évvel ezelőtt szerencsém volt az első igazán ilyen populáris tehetségkutató televíziós műsornak, a társulatnak, talán a nézők között még jó páran vannak, akik emlékeznek erre a televíziós műsorra, hiszen ennek a televíziós tehetségkutatónak eredményeként alakult aztán ki az István a király musical 25 éves évfordulójára készült szuperprodukció szereposztása. Az a szuperprodukció, amit szintén én rendeztem, és országos turnéja során épp Székesfehérváron is vendégszerepelt. A zsűri elnökeként szembesültem azzal, hogy a fiatalokban micsoda hatalmas erőszunnyad, micsoda hatalmas energia, milyen óriási kincses bánya a fiatal tehetségekkel foglalkozni. És ez az emlék motivált akkor, amikor a Fémet műsorra tűzve azt gondoltam, hogy ezt sokkal hamarabb kell elkezdeni, ezt a produkciót. Nem ott, hogy kiosztjuk a szerepeket, megtanuljuk és elkezdjük a színpadon a próbákat, hanem már a szerepek osztásánál lépjünk ki a színház falain kívül, szólítsuk meg nagyobb léptékben az embereket, és elsősorban a fiatalokat, azokat, akikről ez a színdarab szól. És így jött a tehetségkutató gondolata, és őszintén szólva nem gondoltuk, hogy ilyen sok jelentkező lesz, és azt sem gondoltuk, hogy az ennyi sok jelentkező között, aztán végül a zsűri elnök, aki itt szintén a darab rendezője volt, ugyanúgy zavarba kerül, mint annak idején én, hogy akkor most tulajdonképpen a sok lehetőség közül melyiket válasszam. De hát ugye ez édes teher azért, amikor az embernek ezek a gondjai vannak, viszont ezek a fiatalok, akiket kiválasztottunk,
maximálisan hozták azt, amit tulajdonképpen vártunk tőle. A fiatalok zabolázatlan, kontroll nélküli energiáját. És ez az energia egyszerűen lehengerli a nézőket. Én valahány előadást láttam, mindeniknél tapasztaltam azt, hogy egyszerűen a közönség két váron van. Tehát egyszerűen két vára fekteti az a ellentmondás nem tűrő energia, ami árad ezekből a gyerekekből, és ennek köszönhető aztán, hogy tényleg egy ízig-vérig élvezhető, nagyszerű előadás született. Most pillanatnyilag ez a legnépszerűbb előadásunk, és hagyd tegyem még érdekességként hozzá. Nem is olyan régen, kettő előadásunk volt egymás után. Egy szombaton, egy meg vasárnap. Szombaton egy bérletes előadásunk volt, vasárnap egy bérletszünetes. Covid időszaka, már javában tombolt a harmadik hullám, már féltek az emberek, tehát itt volt a harmadik hullám a nyakunkon. Szombaton telt ház a papíron, valójában félház volt, 50-60%, a többi nem mert eljönni a színházba. Vasárnap, ugyanez az előadás, álltak sorba kinn az emberek, abban reménykedve, hogy talán pótszékre még bejutnak, és szorosan ültek egymás mellett, természetesen maszkban. Tehát az érdekes, hogy a Covid ilyen értelemben is valahogy felszabadított gátlásokat, és ami igazán fontos, vagy ami igazán érdekli az embereket, azokat igazán most már a veszélyt is vállalva, de megkeresik. Így van. Fontos volt számunkra a Boeing, megy tovább, a Kamoletti darab az értelemszerűen, de amiről beszélni szeretnék inkább, az egyik a Busképű lovag, Don Quixote, hiszen ez egy kicsit más a Don Quixote. Nemrégiben ugye sikerült, Andrássy Mátéval beszélgettünk róla a címszerepről, hogy lubickolt benne szabályosan. Nem csodálom, mert ez valami olyan szerencsés kézzel összerakott produkció volt már a születése pillanatában. Hagyd tegyek erre egy kitérőt, mert megérdemli a darab. Ki van írva Gyurkó László, Sebő Ferenc, Don Quixote? Gyurkó László, ugye Isten nyugasztalja, ma már írói munkásságára kevesen emlékeznek, méltatlanul, mert kiváló író volt, nagyszerű színpadi szerző, és ő a Sebő Ferivel még elkapták a közösségi színház csinálásnak azt az állapotát, amikor az, hogy közösen együtt hozunk létre egy produkciót, az valahogy úgy berobbant a színház világába. Tehát hagyd tegyem hozzá, 60-as, 70-es években azért a színház csinálásnak egy konvencionális módszere uralkodott. Én is ezt tanultam a főiskolán rendezőként. Elolvasok egy színdarabot, megvan a szereposztás, és akkor én erre felkészülök, elmondom a színészeknek, kiosztom, és megcsinálom. Az, hogy a színészeknek is ötlete van, az, hogy a színészek belebeszélnek, stb., az nem volt egy elfogadott dolog. Az, hogy meg közösen hozunk létre produkciót, az egyáltalán nem. Na most ez a Don Quixote, az pontosan ennek a közösségi színház csinálásnak volt egy gyöngyszeme. Annak idején 25. színháznak hívták, egy ilyen közösségi tér volt, a közösségi színház csinálásnak a tere, és erre készült ez a színdarab. Tehát tele olyan színdarabokkal, amelyekben méltán lubickolhat ma egy színész. Egyértelmű. Mint ahogy méltán lubickolnak, ha már a fiatal tehetségeknél tartunk, ilyen értelemben fiatal tehetség Kerkai Rita. Hiszen azt láttuk az odaadó hívetek Surikot a Pelikánfészekben, és most egy rendkívüli kihívás éltette tovább, hiszen áldott emlékű Csukás István a Vörösmarty Színház felkérésére írta meg a Diótörőcskét, és én azt gondolom, hogy hát ez a gyermekek, a fiatalok számára az év darabja mindenképpen. És ráadásul olyan csapattal, hogy hagyd tegyük hozzá, hogy Perce Lenikő, aki a színház dramaturgia segítségével, Kádas Józsi, aki a koreográfus, egy csoda csapat alakult ki nagyszerű előadással. Följártam az Enikővel
Csukás Pista bácsihoz a Felsőzöldmáli útra. Ott volt egy kis lakása, eszegettük a süteményét, ittuk a teáját, vagy a kávéját, amit főzött, és hallgattuk a legújabb jeleneteket, amiket írt a Pista bácsi. És alig várta a bemutatót. Akkor még nem beszéltem neki erről, de már az én fejemben akkor ott volt, hogy amilyen izgalmas ez a színdarab, de kellene valami ilyen különös gyermeki lélekkel és óriási fantáziával megáldott valaki, aki ezt színpadra teszi. Ki lesz a rendezője? Ki fogja ezt megcsinálni? A Ritának én hamarabb ismertem a festészetét, mint a rendezői képességeit, de pontosan a festészete alapján, a festett képei alapján, a képekben tükröződő belső világa alapján gondoltam, hogy akinek ilyen markáns és ilyen intenzív belső élete van, annak talán a Jóisten adott képességet arra, hogy ezt a belső világát ne csak a vászonra, ecsettel és a festékkel, hanem a színpadra is kivetítse a színészek segítségével. Ez kétesélyes volt. Vagy bejön, vagy nem. Bejött. A Ritánál meg kell, hogy mondjam, bejött, és ennek a legnagyobb eredménye a Diótörőcske című előadás. Én pontosan ezért is szurkolok most, a Szofoklész Antigonéjét Nagy Péter rendezi, hiszen ez is egy olyan szánypróbálgatás, aminek mélysége lesz, én bízom benne, mindannyian bízunk benne. No, hát működött a kozák, működött a pelikánfészek, működött a nagy színpad is. Természetesen voltak más darabok is, hiszen az Egérfogó, a Pisztácia és Mogyoró, főleg a Werner Schwab mű egy kicsit kitekintést adott, hogy milyen a modern színház. No, de egy kicsit beszélgessünk a Sobor Antal áldott emlékű tanárunk, tanárom. Az a műve volt, ugye a Perhely Uram, ez megjelent a színházban, nagyszerű Román Károly átiratában, és akkor jött az Ítélet és Kegyelem. Én azt gondolom, hogy ez a személyes szakmai életedben is egy fontos pillanat volt a film. Igen, én ezt végig gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy egy elsárgult kézirat papíron írógéppel lepötyögve megkaptam Román Károly kéziratát. Ettől a pillanattól kezdve addig a pontig, amikor Csákberényben a falu lakossága előtt levetített televíziós bemutató alatt megkondult a hátunk mögött annak a templomnak a harangja, ahol több mint egy évszázaddal korábban az egyik pap dolgozott, élt, és ahonnan elhurcolták, és amiből az egész történet kerekedett. Nos, akkor, amikor ez a fantasztikus ív így bezárul, akkor éreztem, hogy itt valami, én csak egy játékszere vagyok egy egész különleges összefüggés rendszernek, és hál' Istennek, hogy ebbe én közvetítőként szerepelhettem. Igen, úgy éltem meg, mint közvetítőt, akit a sors kegyelme hozzájuttatott egy színdarabhoz. Amikor a színdarabot megcsináltam, még fogalmam se volt, hogy ebből valaha televíziós film lehet, és amikor a televíziós filmet megcsináltam, akkor nem tudtam, hogy ez valóban ilyen sok embert megérint majd. Tehát valami egészen különleges dolog történt szerintem a Perhely Urammal. Sobor Antal biztos büszke lenne rá, hogy hiszen ő is közvetítője volt ennek a történetnek. Tehát, hogy annak idején, ha neki nem meséli el, valaki nem hívja föl rá a figyelmét, ha ő nem olvas utána, nem ragadja meg a fantáziáját, nem kezdi el leírni, és a barátja pedig majd továbbírja egy darab formájában, akkor ez ott marad Csákberényben, az emberek emlékezetében, persze ott marad a faluban, de nem válik ilyen országos hírűvé, és kellett, hogy országos hírűvé váljon, mert ez nem Csákberény története, ez mindannyiunk története, ez a történet
történet mindannyiunké, és méltó rá, hogy mindannyian megismerjék. És ez egy misszió volt mindenféle értelemben. Mint ahogy az, hogy megismertessünk eddig kevéssé ismert történelmi korszakot Mária Terézia korából, és egy olyan embert, aki méltán megérdemli, hogy egy film címe is legyen, és róla szóljon egy film, lám itt van a Hadik nekünk. Igen, hát ugye mosolyogok a Hadik hallatán, mert most hajnalig itt ülhetnék és mesélhetnék Hadikról és a filmről, de persze ettől megkímélem a nézőket, meg téged is, de a Hadik szintén egy fantasztikus találkozás, és egyben egy ráirányítása egy olyan korszakra, amit meggyőződésem, hogy nem ismerünk igazán. Tehát például azt mondják, hogy készül egy huszárfilm, és abban a pillanatban, amikor azt mondják, huszárfilm, akkor az emberek előtt megjelennek ugye a 48-as huszárok, de egyáltalán nem azok a huszárok jelennek meg, amiből a 48-as huszárok születtek, és ez a Hadikféle huszárság, ez az a huszárság a 18. század közepe, akik megmentik Mária Terézia birodalmát, megmentik, hát Mária Terézia birodalmát, nem Magyarországot, de mi mentettük meg, a huszárok mentették meg egy nagyon éles történelmi korszakban, de ugyanakkor azért mi ezért kaptunk is. Tehát, hogy ugye ez a korszak, a Mária Terézia korszaka, ami megágyazza a későbbi reformkort, azért az a polgári fejlődésnek, a kulturális fejlődésnek, a szociális és egészségügyi fejlődésnek egy fontos mozzanata, és ebben van egy ma már szinte elfeledett, teljesen méltatlanul elfeledett figura, Hadik András. Ennek az embernek egy tényleg egy felvidéken született kisnemesi családból származó, és ráadásul papnak készült fiatalembernek a sorsa, akiből gondoljunk bele, magyar származása, kisnemesi származása révén egyszer csak az osztrák birodalom legfőbb hadügyi méltósága lesz, ez egy teljesen hihetetlen történet. És egyetlen egy emberrel történhetett ez csak meg, Hadikkal, és azért, mert olyan ember volt, amilyen. Hát most én talán egy picit majd ez a film megmutatja, hogy mi is volt a kulcsa ennek a különös embernek, és ennek a különös karriernek. Érdeklődéssel várjuk. Mint ahogy azt is, hogy 2022-ben kinyílik a világ, nem tudjuk még hogyan, miként, de én bízom benne, hiszen a Vörösmarty Színház, ahogy keretbe zárva történt, egy talpontja Székesfehérvár kulturális életének. Én ehhez kívánok egészséget, és sok-sok gondolatot, ötletet, és jó munkát mindnyájatoknak, és hogy kíméljen meg bennünket a koronavírus járvány, az Omikron, ha úgy tetszik. Tehát Omikron nélküli világot szeretnék. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetéseket látták, vendégem Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!